Legutóbbi két meccsén két nagy különbségű győzelmet aratott az NB2 keleti csoportjában a Sunshine Nyíkse csapata. A Kovács Tibor által irányított együttes előbb szerencsén 97-66-ra verte a házigazdát, majd hazai környezetben 120-65-re bizonyult jobbnak a gyulai Kolornál a bajnokságban decemberben bekapcsolódó nyíregyházi gárda. Két különböző mérkőzésre számítottunk, de szerencsére a végeredmény szinte ugyanaz lett, a győzelem, és nem is szoros mérkőzésen. Az első mérkőzése kezdve szerencsén idegenben olyan teljesítmény nyújtott a csapat, amit én azt gondolom ilyen szinten, vagy bármilyen szinten egy edzőnek az álma. Támadásban is és védekezésben is összeszedett csapatjátékot tudtunk nyújtani, egymásra tudtak építeni a fiúk, és nagyon jó százalékkal tudtuk érvényesíteni a támadásainkat. Ezt én azt gondolom a bravúr kategóriába számíthatjuk. A legutóbbi hazai mérkőzés pedig én azt gondolom nem lebecsülve az ellenfelet, de papírforma győzelmet arattunk. A Sunshine Nyíkse szerdán a listavezető DK a Deac otthonában lép pályára. A nyíregyháziak edzője szerint az esélytelenek nyugalmával utazhatnak Debrecenbe. Én azt gondolom, hogy maradjunk a földön, ahogy szokták mondani. A realitás azt mutatja, hogy az első nyolcba szeretnénk végezni. Itt a 6.-8. hely a realitás egyelőre még a csapatnál. Evés közben jön meg az étvágy, de az ellenfél, aki ellen most játszunk, egy olyan képesség és olyan csapat összetétel, ami én azt gondolom, hogyha csak egy példánál maradva, hogyha az NKK tisztes helytállásban a Szolnok ellen bajnok csapat ellen, itt nekünk is a tisztes helytállás, én azt gondolom, akár egy 20 pontos vereségen belül is az egy nagy teljesítmény lenne. Az NB2 keleti csoportjának élén a DK a Deac áll, megelőzve a Ceglédet, míg a Sunshine Nyíkse a harmadik helyen várja a folytatást.